Szerdától elérhetőek az őszi idényre és a teljes szezonra is a vidibérletek. A klub hivatalos ajándékboltja a Sóstói stadionban hétfőn, szerdán és pénteken 10 és 17.30 között tart nyitva. A múzeumban pedig kedden, csütörtökön és szombaton 9-től 17.30-ig lehetséges a bérletvásárlás. Csütörtökön a város polgármestere Cserpalkovics András is megvette a vidi szezonbérletet, aki elmondta, már az első nap hatalmas volt az érdeklődés. Vidi szurkolók azok idén is jönnek, vásárolják a bérletet, illetve vásárolják a jegyeket, hiszen a konferencialigába kijutott a csapat, és a nemzetközi kupa szereplés is megkezdődik. Hamarosan az idegenbeli találkozó után a visszavágóra itt sor is kerül majd a Sóstói stadionba, de arra kérek, biztatok mindenkit, hogy jöjjön, vásároljon bérletet, és zúgjon a hajrá Vidi. A polgármester hozzátette, szurkolóként nagyon várja a következő szezont, és reménykedik a minél fényesebb sikerekben. Szurkolóként tudok előtekinteni, a szurkoló mindig reménykedik, mindig várja a nyári átigazolásba, hogy hogyan alakulnak a keret kérdései, hogyan alakul az edzőtábor, a felkészülési időszak, az edzőmérkőzések, az utóbbiak egyébként biztatóak. Magyar edzővel vág neki a csapat az új idénynek, nagyon sok magyar játékossal, fiatal játékossal, szerintem nagyon szerethető légiósokkal, úgyhogy ha ez így együtt tud maradni, és még akár ezekben a napokban is hallható egy-két nagyon fiatal, de utánpótlás válogatott játékossal még sikerül a keretet bővíteni, akkor ez lehet megint egy olyan meglepetés idej, mint a tavaly. A 2024-es tavaszi bérlettel rendelkező szurkolók számára a Székesfehérvár önkormányzata most is elővásárlási lehetőséget biztosít a bérletes helyükre. Az elővásárlási időszak augusztus 1-jéig tart. Ezen időszak alatt a Vidi Shopban, a Vidi Múzeumban és online is azokra a helyekre lehet bérletet vásárolni, amelyeket nem tartanak fent a korábbi bérletesek számára.